Sziasztok! És esküvőre megyünk. A mai esküvő az nekünk egy picit lazább, mert pécsi esküvőről van szó, és nem is reggel kezdünk. Most megyünk a mennyasszony készülődésére, kicsi közben elmegy a vőlegény készülődésére. Meglefotozom a kikérőjét majd. Átjönnek hozzánk, és akkor onnan indulunk. Egészen közel lesz egymáshoz az egyházi és a polgári helyszíne is, kettő között már gyalog is lehet menni, úgyhogy nem lesz egy nagyon rohangászós napunk. Perfekt Schlager zenekar zenél majd nekünk. Az biztos, hogy jó buli lesz. Őket láthatátok már Zsófi és Tamás esküvőjén is májusban. És a Tettyei teremben lesz a vacsora, a lakodalom, ahol pedig mindig jó a kaja. Így van, úgyhogy, és szép hely is egyébként, úgyhogy őket szeretjük. Meg klassz nap lesz. Azért kerülnek ki ritkábban videók, mert azért az világosan látszik, hogy a szezonban, amikor minden héten esküvő van, és közel minden nap valamilyen fotózás van az esküvőkön kívül is, akkor nem nagyon van időm nekem vágni. Lotti meg ugye dolgozik mellette, úgyhogy őt sem akarom teljesen kiszipajozni, bár szerintem lehet erről neki más a véleménye. Meg a laptopom se igazán alkalmas, úgyhogy most tervben majd beszéltünk meg egy olyan laptopot, amin tud majd videót vágni, amikor éppen ideje engedi. Szóval mégis kiszipajozva, így van. Úgyhogy elnézést kérünk, és majd elvileg fognak jönni a blogposztok, meg majd fognak jönni a blogposztok a blogra is, csak hát ez ugye időkérdés, leginkább az meg most nem nagyon van. Az elmúlt hetekben főként fotóztunk, szinte minden nap, a jövő hetünk is úgy fog kinézni, egy nap kivételével minden nap fotózás van. Ráadásul megyünk több helyre, messzebbre is, Szigligetre, Baja mellé. Ez a kettő, de ez pont annyit lesz ahhoz, hogy annyira már érezzük magunkat kipihennek. Alapvetően arra szoktunk koncentrálni ilyenkor, hogy mindenki megkapja az előnézetét. Minden fotózás után csinálunk egy kis előnézetet a párjainknak. Egy pár képet, nem kell egy dologra gondolni, 5-10 kép egy egyes fotózásban, vagy 5-10 kép egy esküvői kreatív volna pont elég ahhoz, hogy a pár ki tudja hirdetni vele, hogy ők összeházasodtak, és nem a Marika nénének a tortavágós képe lesz kint, ami amúgy be van pirosodva a szemük a Marika néni gépének a kapujától, meg amin egyébként egyikük pislog és a másik pedig csoda néz, hanem olyan képek lesznek már kint alapból a házasság kötéshez, amit hozzá tud rendelni mondjuk egy Facebook vagy egy bármilyen közösségi oldal, amik vállalhatóak. Így van. Mi lesz ma a büféjünk? Nem. Hát az a Márti volt ráadásul. Megmutatjuk, milyen egyes küvő a Tettyén. Kültéri szertartás. Maga az étterem. Már az átöltözést várjuk. Igen, arra elment átöltözni. Olyan fél egy felé járunk, ez általában egyébként körülbelül így szokott lenni, általában olyan fél egy és egy között szokunk végezni.
Már jól van. Így van. A zenekar, amint a videóban is láttátok, fenomenális volt. Nagyon nagy parti volt. Perplex Lager zenekarnak hívják őket, keresétek őket. Majd berakom a videónak a leírásába a webcímüket. A tekje megint remekelt, meg így jó kaja volt. Így van, a tekje étterem nagyon, oda tette magát, megint nagyon finom volt a vacsora. És igazából így ennyi körülbelül. Igazából a napot összefoglalva azt lehet elmondani, hogy voltak nehézségek, azért nem minden ment tökéletesen azonnal, de írjék nagyon-nagyon jól oldottak meg mindent, szóval le a kalappal előttük. Igen. A probléma megoldó képességük nagyon-nagyon jó. Klasszul kezeltek mindent, ami esetleg felmerült, de nem volt semmi komoly probléma, úgyhogy ez megint egy klassz esküvő volt. Így van, épp hogy csak csetintetünk egyet és már éjfél volt, úgyhogy... Igen, nagyon hamar elszaladt. Igen. Köszi, hogy velünk voltatok. Sziasztok, iratkozzatok fel. Igen. Sziasztok! Sziasztok! Kedvan, most fotózzuk a kreatívot a szombati esküvőre. Ivivel és Tomival. Valószínűleg Pécs belvárosába fogunk menni. Kicsit lúg az eső lába, de reméljük, hogy nem fog esni, vagy csak pont annyira, hogy az nekünk még jó legyen. Szia! Kicsit aggódunk rajta, hogy mennyire fog... Nem is mi aggódunk, igazán Ivi aggódik nagyon, hogy mi történik akkor, de az igazság, hogy eddig még nem volt olyan, hogy... Tudtunk volna kreatívot fotózni? Igen. Arra egyébként, hogy kell esni, kimenjünk volna a völgybe. Igen, itt most már esik is. Hát itt csak röjjük kicsit, nem? Ja. Egy órával előbb elindultunk, mint ahogy terveztük, úgyhogy szerintem kihozzuk belőle azt, amit lehet. Szerintem nem lesz volt. Nem lesz egy probléma. Nem, megoldjuk. Én nem aggódom. Rögzít? Mit? Már megy? No, úgy néz ki, hogy megúsztuk az esőt. Mármint esett egy kicsit, de igazából nem zavart minket annyira. Most meg, amint látjátok, süt a nap. Úgyhogy végeztünk az első helyszínünkkel, és tovább sétálunk, és keresünk még egyet, ami valószínűleg egyébként az alagút teteje lesz. Meg lehet, hogy megnézzük a Barbakán kertet is. Sőt, szerintem elég valószínű, hogy megnézzük a Barbakán kertet is. Kapott minket az eső, úgyhogy a naplementét már nem tudjuk megvárni, és hogy rohanunk. Így van.